Cseszke szerintem van a következő időben, és újra visszatértem a bajnokságunkkal, ugye újra VB a játék, és mai nap Nikkei Törté és Tomatohead fog megküzdeni Spider-Man-nel és Batman-nel, emellett Soros György és Magyar Péter fog megküzdeni Vász Montenegróval és Jason Brodyval. Izgalmas meccseknek ígérkeznek, kezdjünk is bele. És meg is érkeznek a Fortnite-os ifjabbak a ringben, Nikkei Törté megmondja, hogy never back down, never give up a királyunk. Tomatohead meg amúgy nem tudom mit keres itt egyébként, ő volt benne az egyik videóban, szóval őt kellett oda raknom Nikkei Törté mellé körülbelül. Nézzük, nagyon próbálják itt ijeszgetni az embereket, nagyon nyomják neki, ide, ide, oda. Mielőtt megkérdeznétek egyébként, hogy miért néz ki így Nikkei Törté, miért van ennyire kigyúrva, meg mit tudom én, ez a csávó az real life így néz ki. Tehát bármennyire is meglepő, ez a csávó az annyira ki van gyúrva, mint az állat, mármint egy real life is. És jönnek az ellenfeleik is, akik Batman és Spider-Man, Pókember és Batman megérkeznek, a két szuperhős, az egyik DC és a másik Marveles. A Spider-Bat csapatnak neveztem el őket, és jöttek megmutatni a kettő főgonosznak, hogy hogyan is kell ezt csinálni, megmutatják a királynak, hogy mi a helyzet, megmutatják a két Fortnite-osnak, hogy nem kell fegyver a győzelemhez. De lehetséges, hogy a két Fortnite-os mutatja meg nekik, hogy a győzelem az mindig csak a fegyvereken alapszik, vagy mi a tököm. Ezt valami nagyon menőt akartam ebből kihozni, de rohadtul nem sikerült, szóval folytassuk a meccset. És meg is indult itt a harc, Nikkei Törté Spider-Mannek esik neki, míg Tomatohead nekiugrott Batmannek. Mi ez a cinematikam? Figyelj, ilyen még nem is volt. Oh my god, és megakadályozta Nikkei Törté beállt a saját csapattársa elé. Már most árulások, már most árulások. És egyelőre a szuperhősök nem teljesítenek túl jól. Az egy dolog, hogy Nikkei Törté Pókembert támadta meg, aki hát jóval kisebb, mint ő. De Batman az nem tudom, hogy hogy bánik el Tomatoman-nel egyébként, vagy Tomatohead, mindig Tomatoman-t mondok. Sőt, azt hiszem az volt előző játékban és előző videóban a neve egyébként, hogy Tomatoman. Jó, most a szuperhősök elkezdték visszavenni a vezetést, és Nikkei Törté úgy gondolt, hogy úgy dontott, hogy ki is ugrik, és... elkapta Batmant! Ez a csávó, ez nem tudom miből van, de már kommentátorok is állnak fel, nem tudják egyszerűen. Michael Cole nem tudja, hogy mi a helyzet, hogy mit válaszoljon erre. Mit keres kint Tomatohead? Vele mi történt? Csak nem lesz most egy kiszámolás, mert akkor hülyét kapok. Mi van a hátára ráírva amúgy, nem is figyeltem. Egyik tudta elszámolni. Állj már föl, te szerencsétlen, meg akarom nézni, mi van a hátadon. Na, fogalmam sincs, ez mi akar lenni. Na mindegy, valami furcsa betűk, de szerintem ez amúgy a pólóhoz jár egyébként, szóval szerintem ez nem konkrétan neki valami izéje, valami kis szövege. Én nekem van egy olyan nagyon santa gyanúm, hogy a Nikkei Törté és a Fortnite és a Tomatohead meg fogja nyerni ezt az egész meccset, a két Fortnite-os meg fogja ő nyerni. Zők, milyen ugrás volt az! Hülye, hát ez kiugrott konkrétan, neki ugrott a ringből. Na látjátok, szuperhős fanok, Marvel, DC, tök mindegy, nem tudom kik vagytok, hol vagytok, de lényeg a lényeg, hogy hát a Fortnite-osok most kiirtják a kedvenceiteket, de aztán lehet még vissza fogják fordítani, én még nem vennék rá mérget, hogy ennek vége van már most. Főleg így, hogy Pókember kirúg kettőnél, te mit csinálsz? És még fejbe rúgja a saját csapattársát, az úgy okés. Még egy kiszámolás, egy, kettő, és nincsen három. Nincs három ebben a meccsben még. Most ez... Nikkei Törté próbálja saját csapattársát megütni? Vagy ez mi volt megint? Olyan, mint egymás ellen lennének fordulva, de mégis egymással vannak. Megint egy kiszámolás. Megint. Kettő. Mi van? Öt perc alatt. Sőt, még annyi se. Körülbelül 4 perc. 4 perc alatt kiirtották a Batmant és Spidermant. Average lett az értékelés. What? A legrövidebb meccs. A legeslegrövidebb meccs. Ide bevágom, hogy konkrétan hány percig tartott ez a meccs egyébként, és ide, hogy eddig mi volt a rekord. Várjál, hogy vagyunk. Akkor jó, várjál, hogy mondjam, várjál, abban a sarokban lesz az, hogy most ez mennyi lett. És ebben a sarokban itt fölöttem az lesz, hogy mi volt eddigi rekord. Ezt így kicsit kombózzuk össze, és meglátjuk, hogy
Ja, ez egy elég gyors meccs volt. Át is tértünk a Soros György és Magyar Péter versus Jason Brody és Vas Montenegro meccsre, és jön is be egyébként Magyar Péter és Soros György. Soros egy kicsit meg van őrülve, Magyar Péter pedig hát ilyen kicsit csillesebben nyomja, hát tévedtem, na mindegy. Ez már remélem nem 3 perces lesz ez a meccs, vagy 4 perc, vagy mennyi volt az előző, mert hogyha igen, akkor életem legrövidebb videója lesz, megmondom őszintén. Én azt megfogadtam, hogy minden videóban 2 meccs lesz, kivéve az utolsóban, mert ott 3 lesz. Szóval én hát nem szeretnék még egy ilyen rövid meccset. Gyors egy ilyen 10 percet vágjanak rá a meccsre, és akkor jók is vagyunk, én azt mondom. Jön az őrület, egyszerűen a definition of insanity. Az őrület definíciója a Far Cry-osok, Vas Montenegro és Jason Brody. Kicsit nekik húznom kellett volna a statjukon, mert 1000-szer erősebbek a játékban, mint amilyen statjuk van itt ebbe a játékban, de mindegy. Hát, ha megnyerik ezt a kört is, akkor a következő videóra, bármint ugye a következő meccsükre kicsit buffosak lesznek. Most egyelőre ez bemelegítés nekik, vagy nem tudom. De hogyha Magyar Péter és Soros György nyeri, akkor sajnos ezt a buffot soha nem fogják megérezni. Mindenki tegye le megint a voksát, hogy ki kire szavaz igazából, Soros György és Jason Brody ugranak egymásnak, míg Magyar Péter megpróbálja halálra verni Vas Montenegrót. Soros visszatámadott, ami hát fájdalmas volt a Far Cry csapatának. Hát a Ubisoft most nem örül mindenféleképpen, hogy Soros elrontja itt a kettő politikus igazából elrontja az életüket, megmondom őszintén, az egész cégük be fog csődölni, hogyha most a Far Cry-osok veszítenek kettő politikus ellen. Magyar Péter milyen izéket nyom egyébként? Na, most, ha egy kiszámolás lesz, én tudja, hogy kilépek az egész játékból és letörlöm a retekbe. Jó, köszönöm. Tehát azért ez most már durva lett volna. 2 rekorddöntés egy videóba. Tehát már mint, hogy mondjam, tehát egyből egy rekorddöntés, és utána még egyszer megdöntik ugyanazt a rekordot. Húha, vannak itt gondok. Nekem van egy nagyon olyan érzés, a hazafi. A hazafi tisztelgése. Na szóval, ez meg Hulk Hogan-t játszik. Tehát, hogy ez egyik hazafi, a másik Hulk Hogan. Ez szerintem balanszolt, én azt mondom. Vászt próbálja kiszorítani Magyar Péter, míg hát tovább kínozza Soros Chazen. Nem tudom, hogy mi van ezekkel. Nem tudom, mik ezek a meccsek, megint nagyon egyoldalúként indul ez az egész. A Vász szerintem még nem ütött egyet se a meccsbe. Egyetlen egyet se. Jason próbál intézkedni, azért Jason az talán a egyik legjobb, hát legalábbis legerősebb videójáték karakter, szóval nagyon meglepődnék, hogyha ő nem tudna intézkedni semennyit. Talán kiszámolás? Nem, mert Soros kiugrik. Magyar Péter megint a tisztelgés, egyszerűen nem bírja ki Magyar Péter. Jason pedig az meg már felcsárdzsolja magát. De nem működik, mert Magyar Péter túl erős valamiért neki. Még neki is. De nem, mert kitocsolja. Jason, mondom, Jason az el tudja kapni itt nagyon a fonalat, hogyha nagyon akarja. És még Vas is jön segítségre neki. És Vas Montenegro végre beüti az első ütését. Nagyon szép. Vas Montenegro az egyik legjobb videójáték. Főgonosz, hogy 619-nal ajándékozza Soros Györgyöt a saroknál igazából. De közben Magyar Péter, ahogy látom, visszafordította itt a Jason-nel a helyzetet igazából, és már Soros is visszafordította a helyzetet. Hát ez eléggé fájdalmas, egy vereség lesz a Far Cry-osoknak, úgy érzem, egy Ubisoft becsődölést kezdek érezni a levegőbe, kivéve ha Vász kiugrik egynél. Az igen! Hülye! Hát ott rendesen köpni, nyelni nem tudott, hallott, folytatik. Megint egy cinematik, de most lehetségesen be is tudják adni, nem, Magyar Péter útbál. Nem áll útba! Ott a cinematik! Micsoda movementek voltak Vas Montenegrótól. Végre valamit csinál ifjú legényünk is. Megmondom, azok után, amit láttam, én a Far Cry-osoknak szurkolok egyébként, meg főleg azért, mert a Far Cry 3 talán egyik kedvenc videójátékom valaha, de mindegy, alapjáraton most nekik akarok szurkolni. Jason, föltözvágja Magyar Pétert. Most már azért kezdik azért visszahozni magukat a Far Cry-osok. Lehetségesen még egy finishert is be tudnak adni. Sokat boostolták most magukat. És hát előbb-utóbb jöhet egy finisher, és ez egy ilyen Superman Punch Clothesline cuccos volt, ilyen furcsa volt egy kicsit ez a mozdulat, de amúgy nem nézett ki rosszul. És Jason, hogyha most belöki Sorost egyébként, akkor ott véget tudna vetni az egész roundnak, az egész meccsnek. Hát... Ez még nem finisher. Az még csak most jön.
és nem hiszem, hogy jön. Ó, micsoda mozdulatok, micsoda! Jason nagyon elkapta a fonalat, és közben még vászt is üti még vállát Magyar Péternek, és a finishert kivédte. Ez egy finisher lett volna szerintem, és kivédte Soros. Pedig ez endgame lett volna, tehát hogyha ezt most beadja Jason, akkor vége a meccsnek. Végre egy kis izgalmak történnek, te jóságos ég, hát ez még egy rendesen jó meccs lehet. Sőt, még már az egyébként, jobb mint előző mindenféleképpen, és hosszabb legalább. Most ketten próbálnak rámenni Soros Györgyre, miközben Magyar Péter itt fekszik a sarokba. Vász, te mit csinálsz? Értem, hogy nem bírod Jason-t, meg ilyenek. De azért egy kicsit tesó, segíts már neki. Hát, Magyar Péter visszajött, Petikénk visszatért, és Vász pedig tovább kínozza Sorost. Ez lesz a baj egyébként, ez lesz a vesztük, hogy Vász nagyon szeret kínozni. Tehát nem fogja kiszámolni, mert ő kínozni szeret. És vissza is vették a politikusok így a vezetést igazából. Újra ők vannak az élen. Míg Vászt lehetségesen egy végső mozdulattal fogják kiszedni most a ringben, hogy nincs ott Jason igazából. És igen, ez valószínűleg a vége lesz. Egy, kettő, és nem! Vász kiugrott! Vász Montenegro nem ilyen fából van faragva. Magyar Péter az tovább próbálkozik Jasonnel, pedig szerintem az rosszabb opció egyébként Jasonnél kevesebb esélyük van, mint Vásznál. Bármennyire is egyébként Vász most egyébként egész jól teljesít, és Jason megfordítja itt a terepet. Kicsit ez néha Vász Jason, ez egy spear volt. Lehet Magyar Péter egy spearrel vett véget a meccsnek? Pedig ez szerintem a finisherje volt, szerintem a spear volt a finisher. És nem, Jason ennél is kiugrik. Túl jó a durability, túl jó. És Vász még segít is neki. De nem, mert Magyar Péter okosabb, mint Vász! 200 IQ playeket láthattunk most Magyar Pétertől, te jóságos ég! De amúgy Vász elég időt szerzett Jasonnek, hogy kiguruljon a ringbe és kicsit felépüljön, szóval ez most megint megoldhatóvá vált így a helyzetük. De nem, mert Magyar Péter nem túl erős, mert Jason megint a reversal-lel. Ó, nagyon szép mozdulat, gyönyörű mozdulat Jason-től. És lehetségesen így fog véget vetni Magyar Péternek? Nem, Sorost visszahozza a ringbe. Jó, de viszont Magyar Pétert meg kiszedik. Lehet, hogy úgy érzik, hogy Sorost nagyobb esélyük van kiszámolni. De nem, mert Magyar Péter meg visszajön közben. Mi történik itt? Ez lehetségesen egy finisher volt, de nem használták ki, és inkább visszament Magyar Péter, ahelyett, hogy kiszámolta volna Sorost, aki azóta amúgy kigurult a ringből, valószínűleg nagyon nullos volt igazából, és emiatt muszáj volt. Vász ez nagyon szereti ezt a kiugrálást, és amúgy már nagyjából mennyi, 4-ből 2-szer nem sikerült neki, vagy valami ilyesmi, na mindegy. De most összenyomod a fejét. Te most kajak összenyomtad a fejét. És egy kiszorítással lenne vége? Egy szorítás lenne a meccsnek a vége? Nem egy szorítás, mert Vász visszaüt, azt hittem, hogy ez már a izé animáció, kopogás animáció, de nem. Ez a visszaütés animáció volt. Vász nagyon ki szeretné szedni őket a ringből, egyszerűen csak a kínzásnak él. Mondom, szorítja a kezét, ugrál rájuk, mindig a ringen kívül. Tartja és egy twist of fate-tel fog véget vetni Magyar Péternek. 2, 3, a Far Cry-osok megnyerték, megkapják azt a buffot. De jóságos ég, a Far Cry-os csapat lehozta a meccset. Őszinte vagyok, meg vagyok lepődve, az elej után meg vagyok lepődve, hogy ezt így ki tudták hozni, és azon is, hogy pont Vász vetett véget egyébként, olyannak tűnt, mint aki nem akarja véget vetni a meccsnek, vagy nem akar véget vetni a meccsnek, vagy hogy mondják ezt. Minden esetre nem volt egy hosszú videó, de köszönöm szépen, hogy megnéztétek, tetszettek a lájkom, akkor is lájk, ne felejtsd el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Kik lesznek legközelebb? Majd láthatjátok a elején a videónak. Mindegy. Majd meglátjátok, majd én is meglátom. Köszönöm, hogy megnéztétek. Tetszett akkor nekem, akkor is like. Ne felejtsd el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!